Az együttes tagjai még a 90-es években kezdtek el együtt muzsikálni, majd pár év kihagyás után a 2000-es évek elején ismét összeállt a csapat. Nálunk ez a karácsonyi, illetve hát a két ünnep közötti koncert, ez hagyományos volt Kanizsán, Magyar Kanizsán, és igyekszünk ilyenkor mindig a törzs közönségünknek azokat a dalokat játszani, amiket szeretnek, amiket várnak tőlünk. Miroszláv Jovancsics hegedű játékával varázsolja le a közönséget. Szavai szerint már 4 évtizede ez a hivatása. Ez a Magyar Kanizsai, ez olyan, hogy ez az utolsó ilyen lehetőség, hogy mi zenészek, barátok tudjunk valahol összejönni, ahol tudunk egy hangulatos koncertet csinálni, ami igazából nem is koncert, hanem hát saját magunknak játszunk, de hát van közönség is. És ez egy olyan jó érzés, ezt mindig vártam, tavaly elmaradt, sajnáltam is nagyon, de hát örülök neki, hogy az idén megint itt vagyunk. A szervező Erdélyi Tóth Edit elmondta, hogy a közönséget szerették volna megörvendeztetni, ezért is volt ingyenes a szilveszter előtti koncert. A regionális kreatív műhely és a Kanizsa Turizmus Kft. Már évek óta szervezi ezt az új év előtti koncertet itt az Árt kávézóba, és mivel igen népszerű és nagy sikere van, ezért úgy gondoltuk, hogy az idén sem hagyjuk ki. A jövő évben sem marad muzsika nélkül Magyar Kanizsa. A szervezők tartalmas koncertekkel várják majd az érdeklődőket.